Egy a helyi lakosságot szolgáló, korszerű, minőségi ellátást nyújtó, hatékony eszközökkel működő iskola kialakítása volt a cél, és ez sikerült is, hangzott el a Cigándi Kántor Mihály Általános Iskola új Széchenyi terv keretében végrehajtott rekonstrukciójának projektzáró ünnepségén. Az épület teljesen elkészült, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Látható, hogy azért kint még folynak a munkálatok, de gyakorlatilag én szerintem egy gyönyörű szép épületnek az átadó ünnepségén vagyunk itt, és hát még vannak bizonyos utómunkálatok, amelyek meg fognak történni, de hát ugye 3 év után kénytelenek voltunk és kötelező a projektet lezárni, éppen ezért itt állunk. Az épület bent, én úgy gondolom, hogy majdnem 100%-os állapotban van, kint az időjárás miatt vannak még utómunkálatok, amelyeket körülbelül egy hónap szerintem, aminek az ideje alatt ezt el lehet végezni. A projekt összköltsége 308 millió forint volt, amelyhez az Európai Unió és a regionális fejlesztési alap 293 millió forinttal járult hozzá. A felújítás során kicserélték többek között a nyílászárókat, megújultak a vizes blokkok és felújították a tetőt is. Emellett több az oktatást segítő fejlesztés is történt. A projektnek köszönhetően a Cigándi iskolában 10 darab osztályterem került kialakításra. Ezen felül természettudományi előadóval és előkészítővel, számítástechnikai szaktanteremmel, szertárakkal, tanári szobával, vizes blokkokkal, felújított tornateremmel, konditermi öltözőkkel bővült, újul meg, és többek között lifttel válik komplex akadálymentessé az épület. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő egy új korszak kezdetéről beszélt, amelyhez a legalkalmasabb helyszín egy új iskola. Egy iskola mindig a jövő felé tekint. Már nem a nyugdíjasoknak, nem a polgármesternek, meg a testületnek, hanem a gyermekeinknek építjük ezt az iskolát. És köszönöm igazgató úrnak a kedves szavait, és ebből látszik, hogy mit jelent azt, hogyha olyan igazgatót választ egy város, egy települést, aki maga is itt tanult. Ahol iskolát építenek, ott bíznak a jövőben, mondta Makatura József, Cigándi református lelkész. Az ünnepségen az iskola névadója, a református néptanító és néprajzi gyűjtő Kántor Mihály tiszteletére megáldották a felújított iskolát.